telt a fej, vagy kiteltek a szemek, avagy nem. Na most szerintem ez jó, de aki nem biztos benne, azt nyugodtan megnézheti. Tehát, hogyha egy kicsit meghúzzuk, tehát ez tökéletes ez a fej. Már 4-5 leveles korában eldől, hogy mekkora fej lesz egy növényem, avat be a csemege kukorica termesztés rejtelmeibe Fentős Zsolt. Ők több fél évvel is kísérleteztek, mire rátaláltak a tökéletesre. Az őstermelő azt mondja, évekkel ezelőtt egyik szomszédjától kapott kedvet hozzá. Kezdetben még csak fél hektáron vetettek magukat kis haszonnal, aztán rátaláltak egy új fajtára, és mivel az bevált, 8 hektárosra növelték a családi gazdaságot. Ez egy Desert R78-nak hívott amerikai szuperédes. Tehát ez a hivatalos megfogalmazás ennek a magnak, amit immár kb. 8 éve vetünk, és ez mint a kereskedők, illetve a végfelhasználók, tehát azok a magánszemélyek, akik megveszik, annak alapján döntöttünk ez mellett, mert az összes kísérleti között mindenki ezt választotta, és bevált. Tehát a piac képessége sokkal-sokkal nagyobb. Somogy Sárdon idén csak nem 2 héttel korábban kezdték meg a betakarítást, elsősorban a nagy meleg és a bőséges tavaszi csapadék miatt. Igaz, ennek a fajtának már a vetésére is nagyon oda kell figyelni, hiszen 12,5 fokos talajhőmérsékletnél lehetett elültetni a magokat csupán 3 cm mélyen. Ráadásul a nyári forróságban sokkal intenzívebb gondoskodást igényelnek a növények. Elég speciális igényű ez a fajta, tehát rengeteg, tehát nagyon tápanyagigényes, illetve víz. Na most, hogyha ez a kettő megvan, és tudjuk biztosítani neki folyamatosan, és megfelelő időbe a növénynek az életkorához képes megfelelő időben megfelelő tápanyagot és vizet, akkor nincsen gond, akkor ilyenek lesznek. Na most ez 8 éve ezelőtt az időjárás függvényében nagyon könnyen ment. Na most egyre inkább elsivatagosodik ez az időjárás mifelénk is, nem csak az Alföldön. A csemege kukoricát nem csak helyben értékesítik, hanem a családdal összehangolva több somogyi piacon is árulják. A kereskedők révén pedig Baranyába, Tolnába és Zalába is jut a termésből.